Köszönöm a közreműködőknek az alapos, mindenre kiterjedő figyelmét, fáradozását. Köszönöm keresztlányomnak és férjének, Endrének kiállítás megvalósulását. Sok pozitív megszólalást hallhattunk meg, majd fogunk is hallani. Isten egy nagyon jó ember volt, nagyon hiányzik, nagyon fáj, hogy most nem állhat itt mellettem. Remélem, hogy a festmények tetszenek önöknek. Könnyek közt ajánlotta a látogatók figyelmébe a tavaly elhunyt Pintér István Pál özvegye férje alkotásait. Az 1948-ban Karcagon született festőművész képeiből legutóbb 2013-ban nyílt kiállítás a Diriné Kulturális Központban. Karcag polgármestere az akkori megnyitó beszédéből is idézett. 2013-ban az akkori kiállítás megnyitóján hangzottak el azok a szavak, amelyek mélyen belém vésődtek, és az évek során számomra is meghatározóak lettek. Meghatározóak akkor, amikor egy-egy karcagi művész alkotásainak kiállításáról, az utókornak való megmentéséről, átadásáról beszélünk. Az akkori kiállítás megnyitóját Egri Márta művészettörténész mondta, és akkor az hangzott el, hogy karcagiként művésznek és nézőnek egyaránt fontos egy otthon, a szülőföldön megrendezett kiállítás. Akkor ő így fogalmazott, a művész személyiségét jelentősen meghatározza az a kultúra, amely az első éveiben körülveszi, formálja, neveli. Ez a kiállítás, már hogy az akkori, de azt gondolom, hogy a mostani is, és így folytatta, ez a kiállítás tehát a hűségről, a barátságról, a közösség szeretetéről és annak erejéről is szól. Ezért fontos tehát nekünk karcagiaknak, hogy megmutassuk, megőrizzük, megvédjük azokat az alkotásokat, melyek a szülőföldön vagy a szülőföldről indulva, annak ihletéséből, varázsából születtek, születnek. Ezért fontos számunkra, hogy a mai fiatalok is minél többször találkozzanak a köztünk élő, köztünk élt, innen elszármazott művészek alkotásaival. Mert ezek az alkotások készüljenek bárhol is. Magukban hordozzák a szülőföld szeretetét, az ahhoz való ragaszkodást, hűséget, barátságot, az egész közösséget. Pintér István Pál 1948-ban Karcagon született, így egész gyermekkorát, világlátásának kialakulását, a meghatározó iskolás, középiskolás éveket, tehát fiatal éveit Karcagon töltötte. Elnézve alkotásait, úgy hiszem, hogy a színek, a fények játékát, bár nyilván hatással voltak, bevallottan és nyilvánvalóan más művészek, művészeti irányzatok is, a Karcagon töltött fiatalkori élmények is befolyásolhatták. Karcagról készített festményeit is ez a gazdag érzelemvilág egészíti ki, ahogy látjuk is itt a falakon, amely számunkra oly kedves, és egy napfényes nyári délelőtt már-már megszokott élettel teli, és ettől olyan közvetlen, a szívünkhöz nagyon közeliek ezek az alkotások. Ez a jellegzetes színvilág szinte védjegyévé vált. Egy vele készített interjúban hivatásáról a következőképpen vallott. A fény a mindent meghatározó és éltető fogalom, a napfény a művészetnek ez a megfoghatatlan illúziója, melynek keletkezését, eredetét keresem képeimen. A fény láttatása, vibrálása és színné válása az alkotás folyamán, mintha a megvilágított felületeken keletkezne, és így, mint jelenséget ábrázolni a feladatom. Mert a tehetség kevés, az értelem is kevés, a műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. A művész, az igazi, nem tévedhet semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatáról, nem lehet más, csak író, vagy festő, vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a legtöbb. Ettől egy művész sem tud elvonatkoztatni, így születik a csoda, az alkotás. Hallottuk, hogy Pintér István Pál Karcagon született, általános iskolai tanulmányait itt végezte, gépipari technikumba járt Szolnokra,
és gépészmérnöki diplomát szerzett a Műszaki Egyetemen. A képzőművészet iránti érdeklődés nyilván gyermekkorában végig kísérte. Kádár Pál tanár úr neve sok mindenkinek ismerős itt a teremben, ő is ösztökélte a festészetre. Mindezek mellett tudom a családtaktól, Edittől, keresztlányától, hogy az édesapjával együtt alkottak gyermekkorukban. Ebből az időszakból maradt meg egy a 14 éves korában készített festmény, amit a nagyapjáról készített, amit mai napig őriz a család kedves emlékként. Festészettel azonban jóval később, 1986-ban kezdett foglalkozni, több neves budapesti festőiskolában híres művészektől tanult. Mohai Nagy Képzőművészeti Stúdióban Orvos András festőművész volt a mestere, a Ferenci Körben Molnár József festőművész, aki murális munkáiról nevezetes elsősorban, ő készítette az ópusztaszeri üvegmozaikokat. Ő sokáig segítette és támogatta művészi munkájában. Németh Ágnes, akinek a Schwabi Lajos, szintén karcagi festőművész volt a mestere, valamint Óbudai Festőiskola híres mestere Gyémánt László, festőművész és grafikus volt, akik segítették művészi pályájának kibontakozását szakmailag. Igazi támogatója és múzsája azonban felesége Katalin volt, akivel még az egyetemi évek alatt kötött házasságot. Mivel őszintén hitt párja tehetségében, támogatta művészi törekvéseit, festőiskolák és nyári alkotótáborok látogatását, és kiállításokon való részvételét.